A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 11-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a fehérvári kulturális intézmények új évadáról láthatnak egy beszámolót, illetve az örökség csoport új darabját is megtekinthetjük együtt. Tartsanak velünk! Az új évadban is folytatódik a város kulturális intézményének közös programsorozata. A tervekről a Vörösmarty Színházban számoltak be a színház, az Albarégia Szimfonikus Zenekar, a Balett Színház és az Albarégia Szimfonikus Zenekar vezetői. A hagyományokhoz hűen Cserpakovics András polgármester megváltotta a színház bérletét a következő szezonra, majd a városunk kulturális életének prominens személyiségei szakmai vezetőinek tájékoztatóján megtudhattuk, milyen tervekkel vágnak neki az új évadnak az intézmények. A városvezető köszöntőjében hangsúlyozta, Székesfehérvár továbbra is kiemelten támogatja a kultúrát. Jöjj és lásd! Jelentem, hogy az első lépést én már megtettem, mert ugye az első bérletek megvásárlása az megtörtént, és valójában nekem itt, ha jól értem, egy dolgom van, hogy mindenkit arra biztassak, hogy ezt az egyedüli helyes lépést, hogy bérletet vásárolnak ide a Vörösmarty Színházba, ezt minél többen megteszik. Szerintem nagyon izgalmas, érdekes évad vár ránk és mindenkire, aki ide látogat. Én külön szeretném megköszönni azt, hogy ebben a következő évadban is egy nagyon jó és kiváló példa van az együttműködésnek és az együttműködésnek a lehetőségeire és fontosságára, hiszen így egyébként a város kulturális életének gazdagságát is be tudjuk mutatni, és szeretném azt is egyértelművé tenni, hogy Székesfehérvár önkormányzata büszke arra, hogy kulturális intézményeket tart fönn, és a jövőben is úgy tervezzük, hogy a fenntartók továbbra is mi leszünk. És mi önkormányzat tartjuk fönn a kultúrának a legfontosabb intézményeit, nem csak Fehérvár vonatkozásában, hanem a régió tekintetében is, hiszen ezek az intézményeink meghatározóak a magyar és azon belül a regionális kulturális életben is. Külön köszöntöm és örülök annak, hogy a Diák Színház irányába is újabb és jelentős és meg korábban megígért lépést tudunk tenni, és egyúttal pedig mindenkinek jó, értékekben gazdag szórakozást kívánok a következő kulturális évadban. Egyetlen egy rossz hírem van, megint eltelt egy év, és az idő múlását ezek a rendre visszatérő sajtóesemények jól mutatják, tehát ez csak a gyermekeken látszik rajtunk egyáltalán nem, és az intézményeinken sem, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást, és az a kérésem, hogy vigyük hírét az új évadnak, és vigyük hírét annak a kérésnek, javaslatnak, hogy minél többen vásároljanak bérletet. Igyéke, hogy nagyon sok és fontos visszaigazolás ez azoknak a művész embereknek is, és a művészeket kiszolgáló műszaki háttérnek, és mindenkinek, aki egy ekkora létesítményt üzemeltet, működtet, kulturális intézmények hátterét is ellátja, hiszen azt látják, hogy ha van érdeklődés, akkor ez a munka fontosságát is visszajelzi. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója megerősítette, az új évadban is lesz Atlantis program, lesznek rendhagyó irodalomórák, színházi beavatók, és lesz Biblia felolvasó est is, illetve a hagyományos színházi előadásokon túl a Teddy Diák Színpad és a Fehér Holló Diák Színpad előadását is láthatjuk. Emellett természetesen folytatódik a város kulturális intézményének műsorsorozata is. A hagyományos évad ismertető, hogy kiülnek a rendezők, elmondják a színdarabokat, a szerzőket, elmondják a rendezők, hogy ez miért érdekes, és miért érdemes ezt megnézni. Így néz ki egy színházi évad ismertető. Egy hagyományos színházi évad ismertető. A miénk ebben a tekintetben kissé rendhagyó lesz. És rendhagyó lesz azért, mert a Vörösmarty Színház az egyben a közösség színháza. A közösség színházának pedig van egy társadalmi szerepvállalását komolyan vevő feladata. És mi ennek a közösség színházának, a Vörösmarty Színháznak a társadalom szerepi vállalásának a feladata. Ez pedig a kultúra közvetítése mellett az, hogy folyamatosan keressük azokat a
új megszólítási formákat, melyekkel meg tudjuk szólítani a város közösségét, illetve megnyilvánulási formákat adjunk, önkifejeződési formákat és lehetőségeket adjunk a számukra. Ezért van évről évre ismétlődő módon az Atlantis program, ezért vannak a rendhagyó irodalomórák, ezért vannak a színházi beavatók, és ezért olvassuk együtt a Bibliát. Ez mind-mind olyan esemény és esemény sorozat, ami évről évre megismétlődik, és az idei évadban ezeknek az előkészületeknek köszönhetően egyszer csak váratlan módon a hagyományos színházi rendezők és a hagyományos színházi bemutatók között, itt ül most mellettem Ferenczi Noémi és a Somos Ákos, akik jegyeznek egy olyan különleges eseményt, és eseménynek mondom talán inkább, mint produkciónak, ami mint egy betetőzése annak a sok éves munkának, amikor évről évre több száz diákot megszólítottunk ebben a városban, és ennek a megszólításnak az eredményeként hónapokon keresztül rendkívül intenzív munka folyt az iskolák falai között, hogy aztán végül a színház adjon teret ennek a kezdeményezésnek. Hogy mi is tulajdonképpen ez, mi ennek a lényege, erről majd ők fognak beszélni, én ennek, erre most igazából részletesen nem térnék ki, inkább nagy vonalakban jellemezném a színházunk műsortervét a 2024-25-ös színházi évadra, amelyet a klasszikus és a kortárs irodalom reprezentásaiból való válogatás jellemez. Klasszikusok és kortárs irodalom. E között tartó egyensúly, de a kettő közötti rendkívül fontos két poláris tendenciát, azt minden évben megismételtük, és idén is, mind a klasszikusok tekintetében, mind pedig a kortárs irodalom tekintetében azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos bemutatóknak leszünk majd a tanúi. Az idén is folytatjuk az együttműködési szándékunkat, amely az elmúlt évben kezdődött. Idén a Komáromi Színházzal, illetve a Debreceni Színházzal hozunk létre ilyen együttműködési formákat. A Komáromi Színházzal egy koprodukciót, a Debreceni Színházzal pedig egy előadás cserét, amelynek keretében mi visszük Debrecenbe a Király beszédét, és ők pedig a Ludas Matyi című mesejátékot, gyerekeknek szóló előadást hozzánk. Szeretnék még egy érdekességről beszámolni, hogy ne múljon el nyomtalanul, mindenkinek a figyelmét felhívnám, hogy a bérlet ismertetésekben csupa ismert névvel és tulajdonképpen ismert összeállítás típussal találkoznak. Van azonban egy új név, ez Szurdi Miklósé. A következő színházi évadban egy új bérletet indítunk, ennek Szurdi bérlet lesz a neve. Ebben a Szurdi bérletben kapnak helyet elsősorban a zenés művek, illetve a vidám népszerű produkciók. Ezzel egy gesztust is szeretnénk tenni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Szurdi Miklós nevével fémjelzettel. Itt egy komoly színház történeti korszak, tegyük hozzá, hogy egy rendkívül népszerű színházi korszak történt Székesfehérváron, és mi e színházi népszerű korszak, illetve e korszakot megteremtő és nevével fémjelzett ember Szurdi Miklós előtt szeretnénk a tiszteletünket kifejezni azzal, hogy az ő nevével egy új bérletet indítunk. A következő évad során folytatjuk azt, amit tavaly elkezdtünk. Ars Regia bérletnek neveztük el a város különböző kulturális előadó művész intézményeinek összefogását reprezentáló különleges bérletsorozatot, amely idén megújul, új tartalommal várja a nézőket.
A sajtótájékoztatón a rendezők, Bagó Bertalan, Horváth Csaba és Telihai Péter gondolataival megismerhettük a színházi évad darabjait, majd a társkulturális intézmények vezetői számoltak be évad terveikről. Amatőr néptánc együttesként nekünk ez a fő feladatunk most, hogy 2024-ben hogy tudunk olyan embereket, olyan közönségréteget is megszólítani, akiknek lehet, hogy semmi közük nincs a népi kultúrához, nem néptánc kedvelők, nem családtagok. Szép számú közönségünk így is van, de azért nekünk ez mindig is a célunk volt. És azt gondolom, hogy ez a bérlet, meg ez a lehetőség számunkra ez abszolút ezt megadja. Műsorunk címe Örökül kaptuk, örökbe adjuk, igazából teljesen számunkra többféle hitvallást is, meg többféle magyarázatot is ad. Egyszer az, hogy nekünk tényleg ez a feladatunk most, hogy amit mi megkaptunk archív felvételeken, ezt a nagyon ősi és nagyon értékes népi kultúrát, mi ezt 2024-ben hogyan tudjuk maivá tenni. Úgy, hogy ezek a tiszta források, ezek ne sérüljenek. Úgyhogy ez nekünk egy örök kettős játék, de egy nagyon izgalmas játék, és amikor kapunk egy ilyen lehetőséget, hogy ilyen társulatban negyedikként ott lehetünk, azt gondolom, hogy ez mindig egy érdekes feladat. Összecseng ez a cím avval is, hogy idén 75 éves az együttesünk, aminek volt már egy gála műsor, és azt gondolom, hogy ebbe a mostani táncelőadásunkban ismét meg tudjuk azt mutatni, ezt a folytonosságot, amit az Alvaréget táncegyüttes így generációkra vonatkoztatva mindig meg tudott mutatni. Nagyon fontos számunkra az, hogy egy olyan utánpótlás csoporttal rendelkezünk, ami mindig megteremti azt, hogy egy nagyon jó minőségű felnőtt együttessel tudjunk dolgozni, és ebben a műsorban is ne titkon azért egy betét egy műsorszám erejéig ezt a művészeti iskolás tehetséggondozó csoportot mindenképpen megmutatnánk a nagyon erős felnőtt együttes mellett. Én azt gondolom, hogy ez így kerek, így egész ez az egész. Amit a műsorról tudni kell, hogy az együttesünk soha nem volt az a trendkövető együttes. Tehát ma ez egy picit szakmai dolog lesz, nagyon megy el a néptáncos szakma olyan irányba, hogy az erdélyi centrikusság. Ettől mi próbálom főleg ebben a műsorban egy picit elrugaszkodni, és olyan már elfeledett, nem annyira színpadon látható táncanyagokkal fogunk dolgozni ebben a műsorban, amik nagyon különlegesek. Lehet, hogy nem erdélyi és nem legényes táncokról lesz szó, hanem olyan dunamenti és olyan már-már elfeledett táncanyagokról, ami azt gondolom, hogy nagyon érdekes megmutatni, hogy ebből is egy nagy ívű és egy nagyon virtuóz műsort tudunk szerkeszteni. Ami fontos, hogy az előző műsorhoz képest prózai elemekkel nem fogjuk most tarkítani az előadásunkat, hanem azt választottam, hogy a népdaloknak hát az évszázadok alatt azért ez kiforta magát a mostani népdalaink. Ezeket fogjuk segítségül hívni, hogy olyan mondani valót és olyan mélységekbe tudjuk így a közönséget elvinni a táncokon kívül, hogy tényleg egy ilyen kicsit, hát ilyen érzelmi hullámvasúton vehessenek részt. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar az elmúlt esztendő után ismét meglepetéssel készül, a zenekar koncertszerű előadásában a tavalyi szöktetés a Szerályból után maradva Mozartnál a Così fan tutte című Víg operát mutatja be. Az elmúlt évadban Mozart szöktetés a Szerályból című Víg operájával kapcsolódtunk be az Alsz Régia bérletbe, ugye az első Alsz Régia bérletbe. De hogy mégis hogy került erre a választás, annak egy nagyon rövid története van, és engedjék meg, hogy egy kis kulisszatitkot megosszak önökkel. Amikor felmerült első ízben az Alsz Régia bérlet ötlete, akkor művészeti vezető kollégáimmal szinte azonnal konszenzusra jutottunk abban, hogy nekünk ez egy olyan feladat, hogy valamiféleképpen úgy kellene megjelenünk ebben a bérletben, hogy újdonságot hozzunk mind a saját nézőink számára, mind pedig a város más nézői számára, a teljes közönség számára. És ez nem volt egyszerű, hiszen van nagy zenekari bérletünk, van kamarazenekari bérletünk, van nyári szakrális bérletünk, játszunk ifjúsági koncerteket, hogy mégis mit hozzunk, ami nem ismétlés. És pillanatokon belül az opera műfajára esett a választásunk. Könnyen tettük ezt bizonyos szempontból, hiszen volt egy nagyon-nagyon jó felütésünk, amikor
tavaly augusztus 20-án itt a Zicsi színpadon előadhattuk Erkel Bánkbányát koncertszerű előadásban, aminek rendezője Szikora János igazgató úr volt. Ezúton is köszönöm szépen a közös munkát. Óriási sikere volt. Azt gondolom, hogy a jelenlévő több mint 2500 néző, ez a nézőszám az önmagáért beszél. Úgyhogy pillanatokon belül úgy döntöttünk, hogy ha már évek óta napirenden van a Székesfehérváron az operajátszás vágya, akkor mivel az opera azért az egy jellemzően nagyon drága és nagyon nagy apparátust igénylő műfaj, mi arra gondoltunk, hogy maradjunk a koncertszerű opera előadásnál, és hozzunk ide egy Mozart vívoperát. Tettük ezt két dolog miatt. Az egyik, hogy mégiscsak egy kisebb lélegzetvételű dologban gondolkodtunk, ami azért egy estét betölt, mégis könnyedén befogadható. A másik, hogy a vígoperán belül azt gondolom, hogy talán méltán tart érdeklődésre számot az örök téma az emberiségben, az pedig a szerelem. És nem csalódtunk a közönségben, hiszen és a saját döntésünkben, mert azonnal visszaigazolást nyert, hogy mint a vígopera, mint pedig a szerelmi történet ez a nézőknek a kedvére telt. Egy kicsit akkor aggódva szemléltük az első néhány hetet, hiszen mi voltunk akkor abban a bérletben az első est tulajdonképpen, és nagyon kérdés volt, hogy vajon az első alkalomig hány jegy fogy el. Hát tisztelettel jelentetem, hogy olyan gyorsan elfogytak a jegyek, hogy tulajdonképpen abban a helyzetbe kerültünk, hogy saját magunk részére sem nagyon tudtunk szerezni. Úgyhogy, és az opera bemutatása után pedig abszolút pozitív visszajelzések érkeztek, és azonnal jött a kérdés a nézőktől, hogy mikor lesz a következő. Örömmel jelentem be, hogy most lesz a következő, úgyhogy az Ars Regia bérlet második megvalósulására szintén maradunk Mozartnál, és maradunk az örök érdeklődésre számot tartó témánál, ez pedig a szerelem. Egy kicsit másképp, mint a szöktetés a szerelemből, úgy döntöttünk, hogy idén Mozart Così fan tutte című operáját fogjuk elhozni szintén koncertszerű előadásban. Egerházi Attila a Balettszínház idei terveit tárt elénk, amely az elmúlt 5 évhez hasonlóan nívós előadásokat ígér. A prózai színházas nálatok is, a zenekarnál is és nálunk is, az étlap nagyon gazdag, nagyon sokrétű. Hogyha most a magam nevébe beszélek, vagy a Balettszínházról beszélek, és a Balettszínház étlapjáról, ugye képes beszédben kifejezve, akkor van előétel, lásd például blablabla, van főétel, nagyon tartalmas, erőt adó ételek, még beefsteak is van nálunk, ugye maradva a képes beszédnél, hát nemrég mutattuk be most a Kövek címmel egy táncdrámánkat, az a fő ételek között szerepel. És van desszert. Nem sok desszertünk van, de azok nagyon édesek. Nagyon fontosak, szeretjük a desszert. Ezért megyünk cukrászdába. Nem szabad lebecsülni, nagyon-nagyon fontos. Ilyen a parádé, amit mi betettünk ebbe a közös kosárba. Ez egy nagyon fajsúlyos desszert, nagyon igényes cukrászmunka. Bobán Markovics zenéje fémjelzi. Nagyon régóta szerettem volna Bobán Markovics zenei világával dolgozni és magával, a zenésszel és a zenészeivel, egy fantasztikus, mély, gyökerekből táplálkozó világzene. Az övék, ugye nagyon ugye Kusturica filmeknek is a zenéje, és nagyon ismert, sokak által szeretett, nagyon fajsúlyos, könnyű zene, ha szabad ezt mondani, még nem önmagában véve nem könnyű. És én amikor találkoztam ezzel a zenével, azt mondtam, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell, mert örömzene. És erre egy örömtáncot kell létrehozni. Egy szenírozott koncertet, ha lehet azt mondani, ami nem tudnám műfajilag meghatározni, hogy ez micsoda. Egy színházi, egy táncszínházi produkció, egy örömtánc, egy életigenlő tánc. Szintén a közösségről szól, egy közösséget fejez ki, egy közösség életéről szól, azt zsánerképekben megmutatva, ugye a zenekarom Rák című
albumára készített koreográfiáról van szó, és táncilag is egy nagyon nehéz, tehát a táncosoknak is nem egy könnyű műfaj, hanem nagyon igényes koreográfiai szövettel rendelkezik, mint hogy a zene is egy nagyon igényes zenei szövettel rendelkezik, és mi ezt több ízben játszottuk már, és fogjuk is játszani most legközelebb majd júniusban a Margit-szigeten a zenekarral, de azt kellett tapasztalnom, hogy mind itt a Vörösmarty Színházban egyébként már játszottuk, de nagyon keveset, mind pedig a Nemzeti Táncszínházban, ahol szintén játszottuk, új formát ölt a darab zenekar nélkül. Tehát zenekar nélkül valahogy még koncentráltabban kap hangsúlyt a tánc és a tánc dramaturgia, még színházibb jellegű lesz és kevésbé koncert jellegű, és most itt nem a zenekar ellen beszélek, nehogy valaki félreértse, én borzasztó boldog vagyok, amikor élőbe játszik ez a kiváló band, de sokkal intimebbé válik a darab és fókuszáltabbá zenekar nélkül. Tehát egyiknek ez az értéke, a másiknak az az értéke, és most mi itt ezt a fókuszált verziót hozzuk, vagy állítjuk ismét színpadra. A művészetek barátai tehát idén is színes, változatos programokkal találkozhatnak, megerősítve, hogy Székesfehérvár a kultúra városa is. Új darabbal jelentkezett az Örökségcsoport. A V54 színháztérben bemutatták Somos Ákosz Feszített víz című kortárs drámáját. Időközben a hagyományos komlói amatőr színjátszó fesztiválon a darab elnyerte a legjobb előadás címet, Somos Ákos a legjobb rendező, illetve Balog Mihály a legjobb férfi alakítás díját vehette át. Világbajnok, majdnem világcsúcsor, 18 évesen is egy utca hosszal érte, hogy a komplet mezőny Tricsi, összületett sportnemzet vagyunk, és nem is kicsi! A Feszített víz a V54 Színház és Kultúrtérben bemutatott darab egy ízig-vérig mai történet. Somos Ákos a jelen kiváló újságírója, az Örökségcsoport színész rendezője, ezúttal drámaírói kvalitásait is megcsillogtatta. Egy olyan versben megfogalmazott történetet tár elénk, amely betekintést enged az úszótársadalom egy zárt közeg mindennapjaiba, ahol a mester edzői filozófiája mentén megismerhetjük tanítványainak lelki, szellemi és fizikai megpróbáltatásait. Elsősorban az kellett hozzá, hogy legyen egy olyan csapat, akiknek meg lehet ezt írni. Tavaly én ezt úgy kezdtem el csinálni ezt a darabot, hogy nagyjából szinte majdnem minden szereplőre, személyre pontosan tudtam, hogy ki mit tudna benne játszani. A szinopszisát, a történetnek már úgy írtam meg, és úgy küldtem el a csapatnak, hogy ez körülbelül így fog kinézni. Az Örökségcsoport addigra ugye túl volt két saját bemutatón, és hát szerintem bizonyítottuk azt, hogy képesek vagyunk ilyen összmunkára. És maga a téma az pedig engem már elég régóta foglalkoztatott, és akkor most találkozott szerencsésen ez, hogy maga az, ami bennem mocorgott, meg az, hogy van egy ilyen hely. Illetve a hely akkor még nem volt egy ilyen csapat, amelyikre ezt meg lehet írni. Fontos kérdés, hogy nyilván találkozott benned egyik oldalról a sporttal foglalkozó újságíró, illetve a drámapedagógus. Hát inkább mondjuk a színházi, vagy a színházzal foglalkozó szakember. Nekem ez a történet egy kicsit, én ezt magamban úgy rendeztem, hogy bizonyos értelemben, de nem ilyen nagyon pejoratív értelemben leszámoltam bizonyos illúziókkal a sporttal kapcsolatban. Jól lehet, tényleg sportriporterként is dolgozom, de nagyon sok mindent tapasztaltam az elmúlt években, és volt egy olyan kifejezetten drámai vonás, ami engem elkezdett érdekelni, hogy mi történik, ha egy edző azzal szembesül, hogy amiért eddig mindenki a tenyerei hordozta, azt most elkezdik számon kérni rajta. És ez volt a kiinduló pont, és hát ebből született meg a darab. És az első két előadásnak az itteni közönség visszhangja alapján úgy érzem, hogy azért nem lőtt nagyon mellé, amikor azt gondoltuk, hogy ez még ma aktuális. Kedves anyuka és apuka! Ugyan, hogy képzelik? Hogy az olimpiára fel tud készülni, ha közben minden marhaságra is figyelni kell. Adél magántanuló lesz nálam, a kiválasztás egyik feltétele ez. Semmi probléma.
mármint, hogy ez benne volt a pakliban. Egy olimpia. Mindent megér. Maradjunk csak annyiban. Akkor jó. Az edző szerepében Balogh Mihályt köszönhetjük, aki a szakma csúcsán egy ország bálványaként is megtartja azt a senkit és semmit nem kímélő jellemvonásait, ami számára természetes, hiszen eredménye a csillogó éremhalmaz, ami az egyedüli minősítés számára. Ez a darab ez főleg inkább arra fókuszál, amit a nézők nem látnak, és arra, amire lassan azért kezd ráébredni szerintem az egész magyar társadalom, de nem csak a magyar társadalom, ez egy globális jelenség, hogy azért nem lehet mindent alárendelni az eredményeknek, mert az bizony visszaüt. Vagy az elkövetőnél is, előbb-utóbb szerencsés esetben, de az biztos, hogy aki mondjuk évekig ki van téve egy olyan terrornak, mondjuk azt, mondjuk az edzője részéről, vagy bármilyen beosztott és felettesi viszonyban ugye ez előfordulhat, azért az nyomot hagy az emberekben. És szerencsére, vagy úgy látom, hogy most már kezd odáig eljutni a társadalom, hogy ezeket a dolgokat próbálja feldolgozni, próbálja a helyén kezelni, és próbálnak elébe menni az ilyen dolgoknak, de hát sajnos ugye a napokban hallott hírek alapján még mindig vannak olyan dolgok, amiket nem sikerült sem feltárni, sem pedig a tevékenységet felfüggeszteni, vagy megakadályozni az ilyesfajta visszaéléseket, de az nagyon fontosnak tartjuk, és azt hiszem, hogy fontosak az ilyen előadások is, amik esetleg közelebb viszik ezt a problémát a nézőkhöz, és közelebb viszik az átlagemberhez is, hogy esetleg átérezze azt, hogy miért lenne fontos ez. Nem csak az élsportban egyébként, mert szerintem egy sima főnök beosztott viszonyban is azért az alapvető tiszteletet meg kéne adnunk egymásnak. Hát akkor kicsi lány. A kicsi lánynak van ám neve is. Rózsa Adél. Na, már is becészettek, ez volt a cél. Réduska, az hogy tetszik? Haza kísérhetnek már erre is? Jönnek, értem. Te minden lányt így fogadsz, mint engem is? Ó, csak akiknek tetszem. Na, mondjuk az tényleg az összes. Na jó, csak a 4/5, de azért az is elég tisztes. Adélnak, a 17 éves gyermeknek, illetve ifjú hölgynek, aki tehetsége okán akár hős is lehetne egy 5-karikás játékokon, gyorsan rá kell döbbennie, hogy az eredményhajhász világban a szülői kényszer börtönében a beteljesülés lehetetlen vállalkozás. Igazából ugye én sportolok a való életben, bár nem úszok, de így túl sok közöm nincs a versenysporthoz. Viszont talán úgy, amennyire nekünk kell, úgy bele tudom magam én is élni, hogy milyen lehet egy, akár egy úszónak olimpia előtt, hogy milyen lehet felkészülni, vagy milyen konfliktusok kerülnek. Beszéljünk a konfliktusokról, hiszen ez nagyon fontos, erre épül abban az értelemben ez a darab. Miként éled meg a konfliktusokat, hiszen ez egy ifjú hölgy számára különleges? Igen, a való életben nagyon nem bírom a konfliktusokat. A darabban hát elég kemény dologról szól, szóval, hogy a fő probléma és konfliktus az nagyon durva, és ez hát végül is nekem is, szóval, hogy elég nehéz ezt így felfogni, meg egyébként nagyon szomorú, ha ez tényleg valakivel megtörténik. Az előadás megerősítés, hogy a Somos Ákos tollából származó és az előadásban is elhangzó gondolat, miszerint a szereplőket, ha nézed elhűlve, minden hasonlóság a véletlen műve, a valóval, ezt jól jegyezd meg még, s ússzuk át együtt a nagy medencét, hitelessége megkérdőjelezhetetlen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.